Aki nem nyer, a kieső zóna szélére sodródik. Ez volt a tétje vasárnap délután a Termál FC és a Szent Lőrincese fürdővárosi találkozójának az MB3-as bajnokság 13. fordulójában. A mérkőzés elején a kékben játszó hazaiak léptek fel támadóbban. Az első veszélyt a 6. percben Barna lövése jelentette. Nem sokkal később Sipos tette Kristófnak a labdát, a beadást Németh Martin fülelte le. A 10. percben Bálint Balázs térről elő labdája után Okos került helyzetbe, de a lövés ekkor még elkerülte a kaput. A Pest-Szentlőrinciek előtt a 16. percben adódott az első komolyabb lehetőség. Hajnal lövését Harmannak közelről kellett hárítania. 2 perc múlva Nagy Gergely labdája találta meg Okost, aki nem hibázott. A továbbiakban is lendületben maradt a Gyula, a vezetés ellenére nem engedett le a csapat. A félidő felénél újra a vendégek 16-osán belül pattogott a labda, az akció végén nagy lövése került el a kaput. Volt azért lehetősége a Szent Lőrincnek is, de ezek a próbálkozások nem voltak igazán veszélyesek. A 40. percben Nagy tette vissza a labdát, Kovács Tamás azonban nem választott jó megoldást. A 43. percben jött a fekete leves, egy baloldali beadás után Tóth Márk fejelt a gyulai kapuba. A szünetben Szekeres Lajos lecserélte Nagy Gergelyt, akinek a helyére Bondár állt be. A második félidőből még csak 3 perc telt el, amikor Sipos szögletét ő bólintotta a kapuba. A gól láthatóan megfogta a vendégeket, akik ugyan mezőnyben helyenként szépen játszottak, de igazi helyzetig nem igen jutottak. Hazai részről az 51. percben Barna fejelt fölé, 5 minutummal később Sipos lövése ment mellé. A 62. percben Bondár duplázhatott volna, de lövése mellé ment. A 77. percben Weber döntötte el végleg, hova kerül a 3 pont. Sipos ívelése ugyan hosszúnak tűnt, de a Termál védője az egyetlen jó megoldást választva a hosszúba bólintott. A 83. percben Harmannak még kellett egyet tornáznia, a végeredmény azonban nem változott. Várfürdő Gyulai Termál FC, Szent Lőrincese 3-1. Vendégek mestere nem sok mindennel lehetett elégedett. Az ellenfelünk az sokkal nagyobb erőt mozgósított meg azért, hogy ebből a félidei döntetlen állásból valahova elbillentse a meccset. Természetesen úgy gondolt, hogy saját magára. Ezért ők szerintem mindent meg is tettek, mi pedig a játékkal akartuk megoldani, ami nagyon kevés volt ezen a mérkőzésen, annak ellenére, hogy 2 olyan elkerülhető gól volt, akár a pontrugásra gondolok, vagy egy 60 métert lassan szálló labda, amit nem voltunk képesek hárítani. Ezek a képességekben benne vannak. Hát hogy dönt a játékos a mérkőzésen, ezek adott helyzetek. Nem tudta jól megoldani, ezt kihasználták, az eredmény így alakulhatott. A Termálnak az elmúlt időszakban idegenben ment jobban a játék, a csapatnak most hazai pályán is sikerült bizonyítania. Szerintem azt fordította meg a mérkőzést, hogy a fél időben kicsit változtattunk a felállásunkon, az elképzelésünkön egy cserét végrehajtottunk, és úgy gondolom, hogy ez teljesen átfordította a játékképét a második félidőre. Tudtunk dominálni, labdát tudtunk szerezni, nyomás alatt tudtunk tartani az ellenfelünket, szögleteket tudtunk, helyzeteket tudtunk kialakítani, és még volt a gólszerzési lehetőségeink, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez vezetett a sikerhez. A gyulai együttes a következő találkozóját a feljutásra is esélyes Pozár Misten ellen játsza idegenben. Az őszi szezont a Real Szemlen zárják hazai pályán.